2015-ben egy 4 főből álló helyi értéktárbizottság alapult, akik folyamatosan dolgoznak a helyi értékek felfedezésén és rendszerezésén. A munkánk során sokat kutatgattunk, illetve meglévő anyagokat próbáltunk felhasználni, amelyek megtalálhatók a Nagydorogi Önkormányzat honlapján, illetve a községi könyvtárban papír alapon. Hogy mi alapján gyűjtjük, kategorizáljuk ezeket az értékeket, lehetnek agrár és mezőgazdasági értékek, kulturális gyűjtemények, életmód, sport, egészség, ipari építmények, aztán ami ezekbe a kategóriákba nem fér bele, egy teljes települési értéktárként is megjelenhetnek ezek az értékek. Eddig 11 értéket gyűjtött össze a bizottság, ezekből a megyei értéktárba került a nagydorogi református templom, a Sztárai Kehely, a Szégyenkő és a Szenesi Legelő, illetve a Kalap és Sipka Múzeum. Az értéktárnak nagyon-nagyon fontos célja az, hogy nem csak a helyi értékeket őrizzük meg, hanem egy kicsit közösségformáló szerepe is van. Egymáshoz közelebb hozza a különböző korosztályokat, van turisztikai és gazdasági jelentősége is. A későbbiekben még terveink között van, szerepel az, hogy nem csak a megyei értékek által gyűjtött anyagokat nézzük meg, hanem településünkön, Nagydorogon is szeretnénk egy értéknapot szervezni, amin bemutatnánk azokat az értékeinket, amit a település lakossága produkál számunkra, illetve egy úti könyvet szeretnénk Nagydorogról készíteni, egy kicsit aki ide látogat Nagydorogra, nekik is könnyebben be tudnánk mutatni értékeinket. A református templom egy védett műemléki érték. A templom kerítése előtt található a Szégyenkő, mely sárgás szürke homokkőből készült. A Szégyenkő a szigorú egyház fegyelmet szimbolizálja, amely a közösségek erkölcsi életének legfőbb szabályozójaként működött. A történelmi értékek mellett nagy elismerésnek örvend a Stockinger Artúr és a munkásságára épülő Kalap és Sipka Múzeum. Artúr atya egyre bővülő fejfedő gyűjteményét eleinte csak a látogatói ismerhették meg. A falu népének azonban egyáltalán nem volt ismeretlen a gyűjtemény, mert Artúr atya rendszeresen hordta a kalapokat. Célja az volt, hogy a falu népe is megismerhesse a távoli kultúrákat. A kiállításon jelenleg közel 150 kalap és sipka látható, Tunéziától Dél-Amerikáig számos kultúra fejfedőit felelhetik a látogatók. Az értékek mellett fontos a település fejlesztése is. 3 nyertes topos pályázatot is maga mögött tudhat a település. Összesen 335 millió forintot nyertek el, melyből az egészségházat szeretnék felújítani, a csapadékvíz elvezető rendszert fejleszteni és egy új piaci árusítóhely kialakítását is tervezik. Alapból 3 pályázatot adtunk be a topos pályázatokba. Szerencsésen mind a 3 pályázatunk nyert. Ez köszönhető, úgy érzem, a mostani kormányzásnak, hiszen alulról szerveződve alakítottuk ki a pályázatokat, tehát nem központi irányításból azt mondták, hogy már pedig csak erre lehet pályázni, hanem mi kitaláltuk, hogy mit szeretnénk, és ehhez sikerült megtalálni a forrásokat, és ez alapján tudtunk pályázni. Ezt külön egyeztettünk a megyével is, illetve nagy segítséget nyújtottak benne az országgyűlési képviselők is, akik ebben munkában részt vettek. Egy közösen kialakított koncepció alapján adtuk be pályázatunkat, és így ezt be is bizonyította, hogy mindenki egyetértett vele, a 3 benyújtott pályázatunkból mind a 3 nyert. A legnagyobb beruházás a térségi szintű piaci árusítóhely kialakítása lesz. A település jelenleg nem rendelkezik piactérrel, ezért a község egy fedett piaccsarnokot fog építeni, ahol a termelők egy kulturált, fejlett területen tudják majd árusítani terményeiket. A község második legnagyobb beruházása a belterületi csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése lesz. A településen néhol nincs árok, ezért a csapadékvíz rendszeresen problémákat okoz, ezt szeretnék megszüntetni. A 3. fejlesztés az egészségház felújítása, korszerűsítése lesz. A projektre mindenképp szükség lett volna, mivel az épület nem rendelkezik mozgáskorlátozott bejárattal, illetve mosdóval, emellett a pályázat keretein belül az épület felújítása is meg fog történni. Kovács György elmondása szerint a fejlesztések legnagyobb célja, hogy megtartsák a közösséget Nagydorogon, és hogy fenntartsák a település mikrotérségi vezető szerepkörét.